Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Ez a kártya jelzi azt, hogy mi áll a középpontban. Itt a gondolatokról lesz szó. Alul látható az érzelem. Bal oldalon a kártyák mutatják a jelenlegi helyzetet. Jobb oldalon a jövőről van szó. Most megnézzük azt, hogy mi a jelenlegi helyzet, mi a központi téma. Itt betegségről van szó. Lehet az, hogy te most beteg vagy. Vagy valaki beteg a családban, a környezetedben. Jelentheti azt is, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol nem érzed jól magadat, és ez betegít téged. Egy rossz környezet például, vagy nem érzed jól magadat a munkahelyen. Amit ez a kép még jelenthet, hogy te ezen a területen dolgozol, tehát itt egészségügyi témákról van szó. A gondolatod itt látható. Lesz egy látogatás. Várod azt, hogy valaki meglátogasson téged. Azt is jelentheti, hogy lesz egy meghívás, és te elfogadod ezt, te látogatsz meg valakit. Az is lehet, hogy valaki beteg kórházban van, és szeretnéd őt meglátogatni. Az érzelmek itt láthatóak. Itt látható egy katonatiszt, ami utal egy férfire, aki ilyen ruhát visel, és ez a munkával áll összefüggésben. És mivel itt megjelenik a betegség, ez lehet egy orvos, hiszen egy orvos is egy ilyen ruhát visel, most nem jut eszembe magyarul, hogy mondják, azt, amikor valaki a hivatása által egy bizonyos ruhát kell, hogy viseljen. De gondolom, hogy megértitek azt, hogy miről van szó. Az is lehet, hogy ennek a férfinak megvan ez a magabiztos fellépése, tudja, hogy mit akar, harcol valamiért. A jelenlegi helyzeted itt látható bal oldalon. Itt szerelemről van szó. Az lehet, hogy ez a férfi a te lelki társad. Itt lesz egy váratlan öröm, itt is látható valami, ami nagyon örömteli számodra, lesz egy találkozás, lesz egy közeledés, váratlan események, szerencse a szerelmi életet illetően. A jövő itt látható, ó, itt megvan a házasság, a szerződések, de a veszteség is. Ez arra utalhat, hogy itt meg lesz ez a látogatás, egy meghívás, lesz egy kapcsolat, de vannak félelmek, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged, vagy nálad vannak félelmek. Az is lehet, hogy ő házas, és ez a házasság lezáródik, hiszen itt van a veszteség, és eltávolítja a házasságot, és itt meg lesz ez a hír, ami számodra örömteljes. Az is lehet, hogy válásnál itt veszteség lesz, és pénzügyi dolgokról van szó. Az is lehet, hogy megvan köztetek a vonzalom, egy látogatás, itt van a szerelem, itt van az öröm, és ez a váratlan esemény, ami nagyon örömteljes számodra,
És a terv az, hogy összeházasodjatok, de itt van még a betegség. Lehet, hogy ő nem érzi még jól magát, vagy félelmei vannak, vagy bizonytalan, és ez a levél utal egy házassági ajánlatra, de mivel nem beszél még ő erről, itt megvan ez a veszteség, hiszen ez nem most, a közeljövőben lesz így, hanem késlekednek a dolgok. Majd később beszél erről a tervről. De itt meg lesz mindenképpen ez a váratlan öröm, és itt látható a szerelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.